Közeledik a szociális munka világnapja. Hogy zajlik idén az intézményükben? Nálunk ez már évek óta hagyomány, hogy polgármester úr saját keretből biztosít az intézmény dolgozóinak, de nem csak az intézmény dolgozóinak, hanem Zalaszentgyörgyön dolgozó szociális munkásoknak, szociális gondozóknak, tehát a szociális szakembereknek egy keretösszeget arra, hogy az éves fáradalmakat, nehézségeket, traumákat, amiket az esetek kapcsán kapnak, alakulnak ki, kicsit kipihenjék, egy kicsit más környezetbe legyenek, egy kicsit kibillenjünk a mindennapi munkából. Voltunk már külföldön, voltunk Pozsonyba, voltunk Ausztriába, voltunk Szlovéniába. Ezek mindig ilyen nagyon-nagyon jól sikerült kirándulások, ami tényleg a pihenésről szól, egy igazi csapatépítés, ahol azért ott vannak a családtagok. Tehát ez egy olyan nap, ami rólunk szól. Amit azt gondolom, hogy mindenkinek meg kellene, hogy kapjon. Az idén az úti cél a vírushelyzet miatt egy közeli hely, Zalakaros. Szeretnénk megnézni Zalakaros környékén a nevezetességet, a kilátótornyot, a csigatanösvényt, a pálos vízi malmot. Én azt gondolom, hogy ez is lehet egy nagyon jó kirándulás. Nem megyünk messze, országon belül vagyunk, de nem is az a lényeg. Az a lényeg, hogy együtt vagyunk, ünnepelünk, pihenünk, kikapcsolódunk. Igazából velünk lesznek a családtagjaink, és nagyon remélem, hogy az idén polgármester úr is elkísér minket, és ő is részt vesz a mi kis csapatépítő tréningünkön. Miről szól önöknek ez a világnapja? Hát a Szociális Munka Világnapját a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége 1997-ben mondta ki, hogy november 12-e a Szociális Munkások Világnapja. Igazából szeretnék felhívni a figyelmet erre a rétegre, azokra az emberekre, akik tényleg megfelelő szakmai alázattal, odaadással végzik ezt a munkát, segítik a rászorulókat, a társadalom perifériáján élőket, a mély szegénységben élőket, támogatják őket tanácsaikkal, lelkileg. Megpróbálnak egy olyan élhető életet segíteni, teremteni, amiben ők is eligazodnak, amit tudnak élni megfelelően. Én azt gondolom, hogy nagy szükség van erre, főleg a mostani helyzetben. Nagyon sok a szegény ember, nagyon sok a rászoruló, és itt beszélhetünk idősekről, családokról, gyerekekről. Nagyon-nagyon nehéz munka, nagyon kevesen vagyunk, nagyon sok a pálya elhagyó. És én azt szeretném, hogyha ez a világnap egy kicsit ösztönözni az embereket, hogy jöjjenek erre a pályára, mert ez tényleg egy nagyon szép feladat, egy nagyon szép munka. Nagyon-nagyon nagy emberséget, empátiát követel, de azt hiszem, hogy egy hálás mosoly az megfizethetetlen. De azért, hogyha ha a szociális munkások több társadalmi megbecsülést kapnának, azt gondolom, hogy azért mi is jobban éreznénk magunkat.